Túlvilági járőr. Zene Patrick O'Hearn. Fényképezte Dan Burstall. Szia, Gatto! Nem volt túl okos dolog, hogy lefalcoltál. Határjárőr! Ha nem lépsz meg, lehet, hogy megúszott próbaidővel. De így... Nagyon ráfarag. Elintézted a beutalókat. Egy ingyenjegyet a bugyorba. Húzd le a fejed. Írta Miguel Tejada Flores. Rendezte Mark Haber. Kérem szépen, mit akar tőlem? Ez olyan profán. Csak nem képzeli, hogy valaha megérti az én céljaimat. Dr. Helms! Könyörgöm. Elodázni az elkerülhetetlen? Nem fog menni. Soha nem is ment. Miért teszi ezt velem? Arra céloz, hogy miként képes egy orvos, aki az életre esküdött föl, ilyet elkövetni. Pedig olyan egyszerű. A halál mindennapos rutinná válik. Mindannyiunk közös végállomása. Ám maga halál. Másolt. 4 perce feküdt a műtőasztalon, amikor valami hirtelen megérintett. Nagyon furcsa érzés volt. Melkosokban turkálok, én ebből élek. Ez a munkám. Semmire sem válasz. Még sok dolog nem elég világos. Ön segít megtalálnom a választ. A maga helyében nem kapkodnék. Miss Wells, ön nyugodtan távozhat, már nincs semmi baj. Jézusom, hála Istennek, idejében érkezett. Chavez. Chavez felügyelő maga az. Honnan tudta, hogy itt leszek? Tegye le a szikét. Nagyon lassan. Egy gyors mozdulat és... Szétlövi a fejem? Oh, azt nagyon nem szeretném. Álljon fel. Lassan. Kezeket szorosan a tarkóra. Most azt hiszi, hogy összeállt a kép, igaz? Okos zsarú maga Chavez, de a legfontosabb kérdést még nem tette fel. Kezeket a tarkóra! Miért pont ő? Miért választottam őt ezernyi más lehetőség közül? Erre a kérdésre még nem talált választ. Tegye a kezét a tarkójára! Ezt még megbánja. Ezzel nincs vége.
Erre szavamat adom. Még bánni fogja, hogy rám talált. Hívja a rendőrséget. Abuelita. Freddy, mijo, ez nem lehet igaz. De mit keresel itt? A te időd még nem jött el. Rád még sok feladat vár. Vissza kell menned, hogy bevégezd a küldetésedet. A küldetésemet? Miről beszélsz? Vissza kell menned. Menj! Siess, Mihó, menj! Jobban érzi magát? Szépen gyógyult, tényleg? Hol vagyok? Egy kórházban. Abuelita is itt van. Ön most ébredt az altatásból. Nem. Valahol másutt voltam. Tényleg megtörtént. Fel fog épülni. Csak pihenjen. És Helms? Meghalt. Nem emlékszik? Tényleg. Tényleg. Egy 84089-es szándékos határátlépés. Kezet a platnira. Negatív karma. Ezt elszúrtad, Gatto? Tudod, ez mit jelent? A bugyrot. Adjon még egy esélyt. Rengeteg esélyed volt, húsvér. Nem küldhetnek oda engem. Adjon lehetőséget. Nem mi hozzuk a szabályokat, te is tudod, mi csak... Csak most éppen... Túlzott és indokolatlan erőszakot alkalmaz a fogolyjal szemben. Igen, uram, értem, de ez a Gatto már harmadszor szökik, és csak a túlzott és mértéktelen erőszakból ért. Az lehet, de ön egy határjárőr. Már megbocsásson, uram, de ön nem tudja, mi folyik oda át. Newman, maga tényleg nem tanult semmit. Tudom, tudom, általános karmikus szabályzat, C1 szakasz, de ez a Gatto akkor is már harmadszor ad nekem. Örökre megmarad ezen a poszton, sosem jut előrébb. Mégis hogyan végezzem a munkámat? A szabályok szerint. Uram? Tartsa be az előírást. Na!
Chávez felügyelő, maga meg mit művel? Vissza az ágyba, de azonnal. Úgy beszél, mint a nagyanyám. De azért csöppet sem hasonlít rá. Feltehetek egy személyes kérdést? Hát persze. Tudja ön, hogy mi a küldetése? Azt hiszem, tudom. Kisasszony. Ön egyszerűen gyönyörű. Talán megártott a sok gyógyszer? Nem inném. Nem mehet el, még nem épült fel. Dehogy nem. Maga remek munkát végzett. Köszönöm. Sok sikert, felügyelő. Newman! Épp jókor jön. Egy újabb eset most érkezett. Sürgősséggel kezelünk. Célszemély Roderick Helms. A halál időpontja 2000 február 2-a. Célszemély megszökött a mélyből. Valószínűleg tiltott határátlépés. Vége. Az űrge lefalcolt a bugyorból. Hogy csinálta? Az igazat megvalva fogalmunk sincs. Volt segítője? Ez sajnos még nem tisztáztuk. Átjutott az egyes számú védrendszeren, a legszigorúbban őrzött határátkelőn. És még valami, Helms egy harmadik típusú karmikus inverzió mutáns. Mi az a harmadik típusú karmikus inverzió? A tájékoztató szerint egy nagyon ritka jelenség, 5 milliárdból egy ilyen halkad. Egy karmikus inverzió bármikor testet ölthet. Ez az űrge az asztrális testét szilárdát tudja alakítani. Úgy tűnik. És? Egyelőre elég ennyit tudnia. Két napot kap. Két napot ad, hogy 5 milliárd alak közül megtaláljam azt az egyet, aki képes a test szerkezetét megváltoztatni. És nem szolgál részletekkel. Nem firtatjuk a felülről jött parancsot. A mi dolgunk az, hogy végrehajtsuk. Uram. Newman? A főnökség kiemelten nagy figyelmet szentel ennek az ügynek. A maga sorsa is ettől függ. Nehogy elszórja. Azt hallottam, hogy elpatkoltál. Kezdem azt hinni, hogy ilyesmi nem is létezik. Lehet, Freddy, ahogy gondolod. Isten hozott, Chávez, nagyszerűen küzdöttél. Adott a főnök az asztalodon egy dossziét. Rád akarja bízni az ügyet, gyilkosság. Valami eldrincs. Milyen dossziét? Itt nincsen. Talán azt hitte, hogy nem jössz vissza. És kiszignálta. Te nem akarod megcsinálni helyettem? Gondoltam. Elnézést! Elnézést, de mit csinál azzal az anyaggal? Mi van? Az az én ügyem. Roderick Helms, mit akar vele? Maga hozzám beszél? És lát engem? Azt is látom, hogy az ügyiratomban matat. Az önében? Hát ebben az anyagban nincs semmi érdekes. Maga az a fajta zsaru, aki minden adatot a fejében tart. Ez tiltott terület. Ki engedte ide belépni? Senki. Hé, azonnal álljon meg! Mutassa az igazolványát! Maga most tényleg lát engem? A jelvényét nem tréfálok. Határjárőr, Carl Newman. Chávez, ha nem tévedek. Azt hiszem, nekünk kettőnknek beszélnünk kell. Később benézek. Mintha azt mondta volna, hogy ez tiltott terület, nem?
hová lett? Az a pasas, aki az előbb ment ki. Egy olyan fura öltönyben és kalapban. Itt nem jár senki sem. Mondd, jól vagy? Hallottam, mi történt. Azt mondták, még napokig kórházban leszel. Jól vagyok, Mók, kösz az érdeklődést. Elkértem a postádat, csak számlák meg ilyesmi. Kösz, Mó. Tegnap este Jicsing érméket dobtam. Az érmék azt mondták, hogy változás lesz az életemben. Azt is mondták, hogy a bölcs keresztül néz a látszaton, és meglátja a dolgok lényegét. Igazán? Még az ostoba nem látja a valóságot, pedig az ott van tőle egy karnyújtást íra. Te figyelj, nem vagy éhes. Csináltam egy finom ragút. Van tofu, csilibab. Tudod, a tofu meg a csilibab. Szóval nem hinném, hogy most ilyesmikre vágyna a gyomrom. De talán legközelebb. Kösz a postát. Maga lát engem? Kezd a dolog még érdekesebb lenni. Emlékszik még az utolsó beszélgetésünkre? Tettem önnek egy ígéretet. Emlékszik, mi volt az? Maga meghalt. Isten, ilyen vagyok. Még bánni fogja, hogy rám talált. Hát elérkezett a pillanat. Ne mozduljon! Még valami, az utolsó randink volt a... Megváltozott egy és más. Kezdik a vizsgálni? Nem menekülhet Chavez. A hátamon is van két szemem. Figyelni fogom. Ismeri a macskaegér játékot? Határjáról! Chavez, bukjon le! Földre!
Mondhatom, Chávez, jól elszúrt nekem egy tiszta találatot. Hová lett? Elment. Jó, de hová? Hová mehetett? Ő egy mortó, és elment. Mit akar ezzel mondani? Okos zsaru maga. Találja ki. Nagyon csúnya dolgokra képes, úgyhogy nem hibázhatom el. Ő meghalt. Nagyon jó, Chávez, de hagyjuk a rizsát. Mondja el, mit tud Helmsről. Azt is, amit kihagyott az anyagából. Maga is meghalt. Én szintén mortó vagyok. Egy hullákat üldöző sarok. Átszögdösnek időnként, ez is csak egy meló. De beszéljünk Helmsről. Nem tudom, mi érdekli. Fél évig jártam a nyomában. Mindent félretettem. Roderick Helmszel keltem, és vele feküdtem. Mégsem tudok róla sokat. Akkor mondja el azt a keveset. Maga mióta csinálja ezt, hogy mortókra vadászik? Jó régóta. Na most segít a Helms ügyben, vagy nem? Segíthetek, de jobb ötletem van. Én elmondom, amit tudok, és maga segít nekem. Nem dolgozhatom magával. Akkor boldoguljon egyedül. Jól van. Akkor kezdjük Emily Wellsen. Ő túlélte a legutóbbi támadást. Rajta, igyekezzünk! Ne. Különös járgány. Az egyetlen előnye ennek a melónak. Lehet. Csak rossz helyen van a kormány. Szálljon be a kocsiba, Chávez. És hogy működik ez? Ha rálép a gázra, akkor megy, ha a fékre lép, akkor megáll. Úgy értem, maga láthatatlan az emberek számára, a kocsi is az? Maga szerint. Hol van a biztonsági öv? Ebben még nem halt meg senki sem. Mert már halottak voltak, mielőtt beszállt. Szóval ez a nő, tudja a címét? Igen, 2365 Bonita. Haladjon egyenesen a kereszteződésnél jobbra, és aztán a második lámpánál balra. Maguk húsgombócot imádnak tökölni, de én tudok egy plikvakot a plázánál. Hülyeskedik? Megmutassa, mit tud ez a Verda, nyissa ki a szemét! Vigyázzon! Emlékszem, először bennem is megfült a vér. Lássuk csak, magát nem látják. És ezt a kocsit sem. Meg sem érzik, amikor keresztül hajt rajtuk. Maga halott, viszont én nem. Az a nagy hülye helyzet, hogyha beszáll mellém a kocsiba, átlép egy bizonyos holtsávba, ahol az általános fizika nem meghatározó. Oké. Maguknak, húsgombócoknak a 99%-a nem lát, nem hal, és nem is érez bennünket. Húsgombócok? Az élők, ám a többi 1% az más. Bennük megvan a látó képesség. Mármint, hogy magukat lássák. Igen, szóval mi a helyzet, Chávez? Hogy érti? Ugyan, itt ül az autómban, beszélget velem, nézeget engem. Csak történt valami. Nem is tudom, kórházban voltam, majdnem meghaltam. Értem, így minden világos. Miss Wells! Chávez nyomozó a Miami rendőrségtől. Hall engem, Miss Wells! Nemrég halt meg. Egy vagy két órája. Azelőtt járhatott itt, mielőtt magához ment. Itt Chávez nyomozó. Gyilkosság történt Bonitában, a 2365 halott. Küldjék ki a helyszínelőket. Igen. Ahogyne, rendben.
Erről mi a véleménye? Helms munkaeszköze. Miért hagyta itt? Reggel mielőtt eltűnt. Megkérdezte, ismerem-e a macska egér játékot. Bosszút állni jött volna vissza? Van jobb ötlete? Van. Nézzünk körül egy kicsit. Nem hagyhatom el a tett helyet. Rögtön itt vannak a helyszínelők. Most szabadon kúszál. Várni akar, rendben. Ő viszont nem. Igaza van! Mit akar mondani? Gál! 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 Megmutattál pontosan, hogy mit csinált? Már elmondtam, mintha valamit kihúztak volna a szájából. De mit jelent ez? Fogalmam sincs. Ha már együtt dolgozunk, beavatna, hogy mi folyik itt? Emily Wellsnek volt valamilyen befejezetlen ügye. Ez gyakran megesik, főleg az áldozatoknál. Ilyenkor visszamegyünk nem, a helyszínre, ahol... ez hülyeség, itt másról van szó. Egy csomó mortó összezavarodik, és azt sem tudja, hogy mit csinál. Ez a nő nem volt zavart. Közölni akart velem valamit. Ha én lettem volna ott, most talán tudnám, hogy mi volt az. Nagyon szar volt. Ne csinálja többet. Lassz dolog lehet Helms szomszédjának lenni. Átjössz egy csipet sóért, aztán haleledelként végzett. Görög szobor. Római. Jó, akkor római. Janus, a kapuk és az ajtók istene, a menny kapujának őrzője. Azt hittem, hogy maga az. Valami olyasmi. Két arca van, mert hogy az ajtón be is mehetsz, meg ki is. Helms azt mondta, neki hátul is van szeme. Janus nevéhez fűződik a hajózástan és a távközlés felfedezése. Ő vezényelte a hajnalt és minden dolgok kezdetét. Honnan tudja maga ezeket? Ha elmondanám, akár föl is köthetném magam. Hey! Ezt meg hogy csináltam? Egyszerű rendőrtrükk. Azt akarta, hogy megtaláljam. Kettő hiányzik. Tehát még nem végzett. Így közölte velem. Hűha, vajon mit tarthat itt bent? Maga a híres faljáró. Thank you.
ez meg ki? A puci kislánya. Ma már nem is olyan kicsike. Volt neki lánya? A születési anyakönyvi kivonat szerint igen, de az anyja más néven élt, ezért nem tudott róla. Mindig akad egy nyom. Senki sem tökéletes, Chávez, főleg nem a húsgombócok. Olvassa. Kedves Janet, a sok hazugság mellett az anyád gondolom rólam is beszélt neked, megértem, hogy idegenkedsz tőlem. De a tény az tény, te vagy a legközelebbi vér szerinti rokonom, ezért vagy nekem fontos. Sok dolgot kell megbeszélnünk, olyanokat, melyek... És így tovább. A borítékon vissza a feladónak. Gondolom nem sűrűn hívták meg családi piknikre. Megpróbálom felkutatni és beszélek vele. Gondolkozzunk. Vajon direkt hagyta itt ezt nekünk, Helms? Mármint, hogy a levél is a játék része lenne. Igen. Nem tudom. Verseny közben kimelegszem. Úgyhogy kell utána valami, ami lehűt. Rás! Próbálja ki, ha maga is... Hálandóan elfelejtem a szöveget. Elég! Leáll, leáll! Mindenki vissza az eredeti helyére! Okay, menjünk vissza! Megyünk. Ez a 20. felvétel, Janet. Nem lehetne egy kicsit... Mi van, mintha nem is te lennél? Mi történt veled? Nagyon fáradt vagyok, de hozom, legközelebb meg lesz. Leesett a vércukorszinted, egész nap nem ettél semmit. Eredj, egyél valamit. Oké, okay, ebéd! Egy óra múlva kezdünk! Miss Kirgo? Igen? Chávez nyomozó, Miami rendőrség. Szeretnék néhány kérdést feltenni önnek. Miről lenne szó? Mert ha arról a szemét Joe-ról, 5 hónapok óta nem láttam. Engem az apja érdekel, Roderick Helms. Mi van vele? Azt sem tudtuk máig, hogy Helmsnek van rokona egyáltalán. Az az igazság, hogy én sem tudok sokat róla. Nincs itt egy hely, ahol nyugodtan beszélhetnénk. Jöjjön. Chávez, ha Helms jelentkezett nála, a lány valószínű azt hiszi, hogy csak álmodta. Faggasd ki az álmaival. Halló! Milyen szép itt. Helyezze kényelembe magát. Kösz. Szóval, mennyire ismerte az apja? Nem ismertem. Úgy értem, tudtam, hogy létezik, de 6 hónapja találkoztam vele először. Anyám nem igen beszélt róla, vagy ha mégis annyit mondott, hogy egy nagy szemétláda. Helms közölte, hogy biológiailag ő az apám. Arrogáns volt, követelőző. Egyszer megjelent a munkahelyemen, de egyszerűen elküldtem. Nem akartam attól az embertől semmit. Ismét megölt valakit. És nekem mi közöm ehhez? Vagy hozzá? Vagy az egészhez? Meghalt, nem igaz? Szeretnék valami szokatlant kérdezni magától, ha megengedi. Nem voltak fura álmai mostanában? Álmaim? Nézze, tudom, hogy hülyén hangzik, de fontos. Nem értem, mennyiben segíthetik az én álmaim az ön munkáját. Mellé beszél. Ismerem az ilyet, be van tojva. Nagyon bizalmatlan, úgyhogy masszíroz tovább. Bíznia kell bennem. Úgy könnyebb. Maga lesz az idegdokim? Na jó. Voltak fura álmaim. Mostanában. Igazi rémálmok. Szerepelt valaki azokban az álmokban? Helms. Talán az apja? Pont tegnap éjjel. Bingo. Ott állt az ablakomban, és engem nézett. Mondott magának valamit? Igen, arra kért, hogy találkozzak vele délben a Szoborparkban, a Biscayne Múzeumnál. Ennyi, mehetünk. Üljön le. Mi van? Nem értem magát. Mindegy, most mennem kell. Itt a névjegyem az összes számommal. Hozok már csele. Szedd a lábam. Érdekes, meg sem említette Janetnek, hogy maga puffantotta le az öregét.
így kellett volna. Minden esetre másként nézett volna őre. Kockára teszi az életét, hogy segítsen. Ennyi. És semmi több. Miért lett maga zsarú, Chávez? Volt egy apám, aki nem volt túl atyai. Én vigyáztam rá. Azóta is gondoskodom róla. És maga? Ha a tárjárőr nem lesz valaki, az a kérdés, hogyan száll ki? Régi adósságot törlesztek. Sajnálom, uram, ma zárva vagyunk. Az új kiállításon dolgoznak. Chávez nyomozó. Szét kéne néznem a környéken. Semmi akadálya. Adjak magam elé segítséget. Kösz, nem szükséges. Majd elintézem. Ugyanarra gondol, amire én is. Hogy ez csapda lenne? Helms az orrunknál fogva vezet minket. Kísérleti nyúlnak érzem. Van jobb ötlete? Mert szerintem nincs sok választásunk. Az meg mi? A plazma szivárgást jelzi. Talán hagyott valami nyomot maga körül. Váljunk szét. Hé, és hol van az én plazma követő kütyüm? Chávez! Mi újság? Én nem foglalkoznék vele a maga helyében, úgysem tehet érte semmit. Inkább magáról beszéljünk. Gondolom élvezte a kis trükkjeimet. Remélem igen, mert én nagyon. De a játék olyan, mint az élet. Egyszer véget kell érnie. Melkosi sérülés. Persze, ha élő volna, meg tudnám menteni. Halottak ellen bevált. Lássuk élők ellen is. Ki akarja próbálni? Mennyei. Kál! Kál! Velem nem kell törődni. Állítsd meg Helmst! Állítsd meg! Kál! Rendőrjárőr súlyos sérülése. Rendőrjárőr súlyos sérüléssel. Te vagy az, Kál? A társa. Kált megsebesítették. Azonnal küldök egy mentőt. Mondjam a címet. Tudjuk a pozícióját. Maradjon a helyén. Hol a beteg? Arra egy szobor tövében. Ne dumálj, hanem pattanj be. Jobbra.
Balra! Ott fekszik. Elkív a reparálás. Ember, mit adott be nekem? Egy kis szőrt a kutyaharapásra. Ó, Bambi. Tudhattam volna, hogy te vagy az. Szebben is köszönhetnéd a védőangyalodat. Szerencsére még épp időben jelentkezett. Még egy perc és szegény Kál nem egyéb, mint egy kétlábú zöld saláta. Amúgy Gurigának hívnak. Freddy Chavez, Miami rendőrség. Tényleg? Igazán? Remek, ez aztán nem semmi. A saláta zombi összehaverkodott egy húsgombóccal. Viszlát, ha szükségetek lenne rám. Minden rendben? Helms lelépett. Igen. Segíts visszaidézni. A végén ez az izé, hogy magára lőtte. Igen. És nem történt semmi. Hát ez elég nagy gond. Ó, ne. A fenébe. Nézd, mit művelt a ruhámmal. Tudsz vezetni? Berendelt a főnököm. Biztos, hogy minden rendben? Persze. Én addig elintézek egy ügyet. Miféle ügyet? Találkozom egy régi cimborával. Jobbulást! Chavez! Az előbb, hogy beszóltál a rádión. Tennem kellett valamit. Úgy festettél, mint aki hamarosan... Meghal. Ha halott vagy, már nem halhatsz meg. Akad annál rosszabb dolog is. Ha ez köszönet volt... Szívesen. A vállam fáj még? Egyre kevésbé. Kösz. Szeretném, ha átverni ezt az ügyet. Sajnos az előzővel sem végeztem még. Az áldozat neve Eldridge, Martha Eldridge. Tetten ért a házában egy betörőt, aki fegyvert rántott és tüzelt. A férje ingatlan ügynek? Ő nem tartózkodott otthon, megbeszélése volt, szilárd alibije van. Ez nem Rackleff ügye? Ő az ingatlan szakértő, nem? Most a kocsi emelős gyilkosságon dolgozik, és ezt is le kell, hogy zárjam. Az ürge egy városi tanácsosnak segít egy villa megszerzésében, és addig nem köthetik meg az üzletet, amíg nem tisztáztjuk a férjet. Rajta leszek. Na igen, Chavez. Jelentett egy gyilkosságot. Emily Wells? Úgy van, tegnap reggel. Mit keresett nála? El akartam varni még pár szálat a Helms ügyben. Miért? Elég korán érkezett. Reggel 3:45. El akartam érni, mielőtt munkába megy. Tehát maga sosem találkozott vele sehol. Az ügyön kívül, úgy privátin. Nem, uram. Egyetlen alkalommal beszéltem vele, amikor kihallgattam. Tudja, a Helms ügyben. Ennyi elég? Igen, elmehet. Ronnie, kéne a segítséged. Már így is tartozom. Tudom. Roderick Helms. Igen, van vele egy kis gondom. Mert hogy karmikus inverzió mutáns.
Igen. Eléggé bonyolítja a helyzetet, hogy egy mortó bárhol testet ölthet. Fejbe lőtte magát a fegyveremmel, és nem történt semmi. Azt nem szeretnéd elmondani, miként került hozzá a fegyver? Megértelek. Rendben, nézzük csak. Harmadik típusú mutáció. Egy lélekevő. Olyan gyakori, mint a hóvihar Miami-ban. Mi az egészen pontosan? A harmadik típus egy ragadozó életforma. A halál pillanatában kiszívja az áldozat életerejét, a csit. Ha a Helms haverod a bugyorban volna, más lenne a helyzet. De így, hogy sikerült dobbantania, újabb komplikációk adódnak. Milyen komplikációk? Belső szelviek. Amikor egy mortó magához veszi egy húsgomboz csíjét, átalakul az asztrális teste. És mi benne a pláne, Ronnie? Még egy áldozat, és olyan folyamat indul be nála, hogy az összes fegyverünket képes zárlatossá tenni. A jó hír az, hogy mivel a pasas még változás alatt áll, a mostani virtuskodása nála is rövid zárlatot okozhat. További 24 órás haladékot adva ezzel neked a nagy lehetőségre. Ronnie, kösz. Kál, tudod, mit csiribelnek a verebek? Ha sikerül, leszerelhetsz a határőrségtől. Chávez nyomozó Miami rendőrség, Mr. Eldridge-et keresem. Mr. Eldridge éppen telefonál, de utána fogadja ön. Foglaljon helyet. Köszönöm. Kár! Ezt ne csináld! Uram? Semmi. Csak a levegőnek beszéltem. Megtudtam egy-két érdekes dolgot. Például. Mit keresel te itt? Egy új szitu lépett föl, és az időkeretünk szűkös. Tudod, van egy állásom, és nem mindig én szabom meg, hogy hová megyek. Ha nincs időd velem dolgozni, Chávez, akkor lehet... Chávez nyomozó? Martin Eldridge vagyok, fáradjon be. Ne üsd az orrod mindenbe. Nem ütöm bele. Az... Orromat mindenbe. Foglaljon helyet. Borzasztóan megviselt az eset. Már beszéltem egy rendőrrel, és mindent elmondtam neki. Már csak egy pár kérdést kell tisztáznunk, és készen is vagyunk. Tehát a felesége halála estéjén ön itt az irodában tartózkodott Miss Leonarddal. Ő egy ügyfelem, most vett egy ingatlant, és azt intézzük. Hazudik. Mi? Mint említettem, ingatlant vásárolt, és annak az ügyintézése bonyolult folyamat, rengeteg papírmunkával jár. Mondd, hogy pisilned kell, és menj ki. Elég! Mr. Eldridge, hagyd itt nekem a pasast, 2 perc, és bízzál bennem. Elnézést, de túl sok kávét ittam a reggel, megmondaná, hogy merre van a musló. Hogyne, ott lesz balra. Azonnal jövök. Martin, mondd, hogy te lőttél le. Ha nem teszed, elmondom én. Nyomozó úr! Vallomást szeretnék tenni. Honnan tudtad? Nézz az ösztöneidben. Minden húsgombócnak van egy aurája. Ez egy koszos volt, de nagyon. Na menjünk innen, rengeteg dolgunk van. Ja. Chávez nyomozó? Én Gillette vagyok, ő pedig King, a belső ügyosztályról. Volna számunkra néhány perce, kérem.
Hogyne. Erre tessék. Köszönjük. Értesítette Miss Wells-t, mielőtt a lakására ment? Nem. Elhagyta a helyszínt, mielőtt a csoport odaért, meg tudja mondani az okát. Mire megy ki a játék? Mielőtt távozott, körbejárt. Megfogdosott ezt, azt így történt valahogy? Hát igen, lehetséges. Amikor betelefonált, azt mondta, hogy Miss Wells-t megölték. Miből következtetett erre? Szereplője volt egy ügynek, amin dolgoztam. Célpont volt. Feltételezte? Feltételezte, hogy megölték? Mondják, mire akarnak kiukadni? Azt hiszem, nem értük, amit akartunk. Jó, ennyi egyelőre. Hello. A fülembe jutott néhány dolog, amit a barátaid elhallgattak előled. A Miss Wells lakásán talált szikén megtalálták az új lenyomatodat. Ott voltál? Tudod, hogy nem nyúltam semmihez. Hármat találhatsz, hogy kerültek oda? Hams. Rám akarja kenni. Őrület, senki sem fog nekem hinni. Chávez, te mondtad, ezek a saját szavaid, hogy az utóbbi fél évben Roderick Helmszel keltél és vele feküdtél. Az ügynek vége, de nem tudsz tőle szabadulni. Azt gondolhatják rólad a társaid, hogy lélekben azonosultál vele, sőt, tovább mentél és elkezdtél gyilkolni. Tudom, hogy rémisztően hangzik a számodra, de még egy gondosan elhelyezett bizonyíték, és akkor... Chávez nyomozó. Chávez ismeri maga a változások könyvét és a jicsinget. A bölcs keresztül néz a látszaton és meglátja a dolgok leglényegét. Vajon bölcs ember maga Chávez? Ő az? Egy barátnője szerint az. Nagyra tartja magát, nagyon nagyra. Mó lakásán volt. Morin, a szomszédom és kedvel engem. Ön Morint hívta. Sajnos nem vagyok itthon, de ha megadja a nevét és telefonszámát, ígérem, hogy visszahívom. Mo? Ott vagy? Vedd fel, ha ott vagy! Morin! Hatásos ez? Van egy módja, hogy megtudjuk. Majd én! Helms el. Még életben van. Hogy van? Kritikus az állapota. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, de nincs sok remény. Sajnálom. Tudod, hogy mire megy ki az egész? Helms ezt is rátkeni, mint ahogy tette azt Emily Wells-szel. Nézd, nem érdekel, hogy velem mi lesz. Ez miattam történt. Helms békén hagyta volna őt, ha nem engem akarna. Talán segíthetek. És miért vagy olyan biztos benne, hogy Morin itt lesz? Emlékszel, mit mondtam a húsgombócok aurájával kapcsolatban? A doktornő biztos volt benne, hogy meg fog halni. Ha meghalsz, ez az első állomás. Karmikus értékelést végeznek, aztán döntenek, mi lesz vele. Szóval szerinted Mo itt lesz? Igen, de igyekeznünk kell, mielőtt végeznek vele, különben meg van kötve a kezem. Üdvözöljék Önöket a felvételi. Hogy kényelmesebb legyen az útjuk itt, a másik oldalon, kérjük, ügyeljenek ékszereikre és igazítsák meg öltözékre. A karmikus értékelési procedúra időtartama nem egységes. Férfiaknál 35 percet, nőknél és 9 év alatti gyermekeknél 40 másodpercet vesz igénybe.
Az értékelést követően kérjük, lépjenek vissza a sorvédére és várjanak. Segíthetek valamiben, hogy várjanak? Ha ez megtörtént, kérjük, lépjenek az emelvénybe, és haladjanak tovább nyugodt, megfontolt és határozott. Uram, oda nem mehetnek be! Kerüljék a tolakodást és a rögzítést. De uram! Mi az ördögöt akarsz, Carl? Egy szívességet kérnék. Most nem érek rá, gyere vissza később. Most lenne rá szüksége. Uraim, egy pillanat. Kiről lenne szó? Egy nőről. A neve Morin Ryder. A barátnő. Freddy. A mai nap hunyt el. És mit akarsz vele? Emeld ki, mielőtt rákerülne a sor. Nem tehetem, tudod, hogy nem kivételezhetek. Ez nem kérés, volt. Nagyon jól tudod, mi történik, ha valahogy kiderülne. Emlékeztesselek egy illegális határátlépésre, melyet egy csinos, nagyon fiatal és nem egészen ártatlan lány követett el? Az már régen történt, és azóta teljesen megjavult. Szeretnél ismét magányos aglegény lenni, Walt? Információt kérek egy most érkezett szeméről. Nőnemű. Rydell Morin. Mostanában kerül sorra. Helyezze rá a kezét. Köszönöm. A következőt. Helyezze rá a kezét. Megállni! Várjon egy picit! Pillanat! Elnézést kérek, egy kis félreértés történt önnel kapcsolatban. Kövessen, kérem. Freddy! Ne? Te mit keresel? Összekevertük valakivel, Miss Ryder. Képzelje, még nem jött el az ideje. Semmi baj. Később találkozunk. Chávez miatt ne aggódjon. Menj, semmi vész. Remélem, nem vettél nagy gondot a nyakadba. Nem, ha sikerül elfogni, Hermes. Kál, Miami-ban hóvihar tombol. Ezt nevezem. Egy babától jössz tanácsot kérni. Ezek szerint még nem kaptad el a pasast, a harmadik típusú karmikus inverziót. Nem. És kifutok az időből. Tudtad, hogy öt ember tölt meg, amikor még élő volt? Ez az összes újság? És azt, hogy volt egy dolog, ami közös volt a halálukban. Mi az? Mit keres ez a húsgombóc itt? Ő Freddy Chávez nyomozó, a Miami rendőrségtől. Ő kapta el Helmst és lőtte agyon. Mondja, jó nyomozónak tartja magát, Chávez. Elég jónak. És mégsem jött rá? Hallgatom. Sose találta volna ki. Egyikük megúszott egy karambolt, a másik egy vízibalesetet élt túl, de 3 perce megállt a szíve. Mindnek volt halál közel élménye. És látása. Helms az áldozatok belső energiájával táplálkozik, és az áldozatok, akiket kiválasztott, a látók, ők adták neki a... legnagyobb lökést. Ezt akartad Emily Wells megmutatni. Van egy rosszabb hírem. Emlékszel, hogy azt mondtam, van még 24 órán? Tévedtem, nem tudjuk leállítani a folyamatot. Milyen folyamatot? Ezt a sok karmikus energiát felhasználva Helms gyakorlatilag sebezhetetlen. Legalábbis a ti fegyvereitekkel szemben. Tehát lehetetlen megállítani? Volt egy prototípus. Egy fegyver, melyet a karmikus aberrátok ellen terveztek, de adottak még vele kisebb gondok. Meg akarták semmisíteni, de sikerült róla lebeszélnem őket. Hol találjuk? Nagyon elzárták. A tüzelésnél van bele a legnagyobb kockázat, ugyanis eléggé pontatlan. Szóval hol találjuk? Takeyama irodájában. De ő csak egyetlen esetben hagyná el a munkahelyét. Minden határjáról kísérje a foglyát a 16-os cellába. Sem az elkövetők és kísérői, sem a karbantartók, sem a személyzet nem hagyhatja el a létesítményt, ameddig az ügyeletes tiszt erre engedélyt nem ad. Figyelem, figyelem, tűzriasztó! Mindenki tartsa be az utasításokat! Figyelem, figyelem, tűzriasztó! Mindenki tartsa be az utasításokat. Túlzott és indokolatlan. Figyelem, figyelem, tűzriadó! Figyelem, figyelem, tűzriadó!
Doktornő! Hogy van? Nagyon erős volt. Hihetetlen javulás mutatkozott nála. És fel fog gyógyulni. Felébredtél? Nem tudtam alaposan megnézni. Kicsodát? Azt az embert. Hátulról jött nekem, és el akartam menekülni, de túl erős volt. Figyelj! Ne aggódj, Mó. El fogom kapni. Különös álmom volt. Az a fura hely. Meg te is. Azt mondták, meghaltam, de aztán... Mó, ne beszélj olyan sokat, mert még elfáradsz. Valóság volt, igaz? De nem tudod, mi az érdekes? Hogy pont ilyennek képzeltem el? Figyelj, mennem kell. Aludj. Na jó, csak egy valamit. Ő ki volt? Kicsoda? A barátod, az az öltönyös. Onnan tudom, hogy a barátod, mert tudta a neved. Mó, visszajövök, ha már kipihented magad. Rendben? Rendben. És gyógyulj meg. Emlékszik, hogy mi történt? Érzékeny. Ők sok dolgot észlelnek. Van még valami. Kíváncsi a nevedre. Az már nagyobb baj. Tudod, ilyen okkultista csaj, mit csináljak? És elmondtad neki? Ahogy te olyan... Hogy én milyen? Menjünk. Okkultista? Jó. Ki az? Van ott valaki? Halló? Hagyj békén! Nem tehetem, Janet. Nem igaz ez az egész. Nem is vagy itt. Azt hittem, meghaltam? Ha tényleg halott volnék, hogy láthatnál engem? Ha csak nem fantázia vagy képzelgés lennék. De azok nem tudnak ilyet. Tudom, nehéz ezt megérteni, de amikor nekivágtál az életnek, engem választottál apádnak. Én téged választottalak lányom. És a választások miatt össze vagyunk kötve örökre. Még akkor is, ha egyikünk meghal. Soha nincs vége. Össze vagyunk kötve, lényünk legapróbb részleteinek szintjéig. Ne. Ez a spirituális DNS. Tessék. Fogd meg a kezem. A közös végzet különös dolog. Külön-külön is erősek vagyunk, de együtt korlátlan lehetőségekkel rendelkezünk. Egy egész élet kellett hozzá, hogy megértsem. Tudom, hogy mit tudok ezzel kezdeni, hogy miként használhatom fel mások energiáit egyéb életformák felépítéséhez. Hadd már abba! Elég volt, te sátán! Halál csupán egy ajtó, én csak átsegítem rajta az ember. Nem igaz! Hagyj békén!
Nincsen rossz és jó, Janet. Csak választások vannak. Neked csak az első lépést kell megtenned, az utat. Majd én mutatom neked. Nekem nem fogod! Gondold meg. Szeretnék találkozni veled a Memorial könyvtárban, ha te is akarod. De ha nem jössz, valaki másnak kell kinyitnom az ajtót. Kezdünk kifutni az időből, beszélj Chavez. Mondj valamit Helmsről, valami olyat, amit még nem tudok. Szerette a Rivaldafényt. Talkshowban vett részt, interjúkat adott, előadásokat tartott. Imádott szerepelni. Szerintem hülyét kap, hogy már nem él, és nincs közönsége, aki előtt kedvére villoghat. Akkor megvan. Van egy hely a túloldalon, ahová a mortók járnak a saját fajtájukkal, valahogy ösztönszerűen vonzódnak egymáshoz. Egy hülye sznob volt. Nem járt akármilyen helyekre. Amiről én beszélek, az nem akármilyen hely. Jó napot! Jó napot! Tegye el! Ó, kösz! Hé, én nem mennék be oda! És miért nem? Az egy kísértett ház. Azelőtt motel volt, de egyszer kigyulladt, és mindenki bennégett. Ja, igen, és visszajárnak azóta is. Majd jól kinyitom a szememet. Egyszer én is bementem, de a szar is meghult bennem. Bele is őszültem. Ha bemegy, maga is úgy jár, mint én. Ezek a halottak aztán tudnak bulizni. Nálad van Helms fotója? Igen. Egy kis figyelmet kérek! Mindenki jól nyissa ki a fülét. Látom, hogy maguk mind törvénytisztelő mortók, és biztos vagyok benne, hogy érvényes engedéllyel tartózkodnak ezen az oldalon. És ha hajlandóak nekem segíteni, nem kell körbejárnom, hogy megvizsgáljam azokat a papírokat. Én és a társam ezt az urat keressük. Szeretném, ha alaposan megnéznék, elgondolkoznának, és közölnék, ha látták. Még soha nem találkoztam itt magával. Mi a neve? Chavez. És ez csak egy egyszeri alkalom, többet nem fog itt látni. Gondolja, erre nem vennék mérget. Hamarabb jön, mint hinni. Te Kál! Őt már kérdezted. Nos? Nos, mi? Látta már valahol ezt az embert? Nem. Nézze meg még egyszer. Hát. Nem, soha nem láttam. Nézze.
lenulláztathatom a karmáját, hogy belekékül. Aztán mehet a bugyorba, ahol nincs ital, zene és tánc. Biztos úr, miből gondolja, hogy hazudok? Mert valahányszor azt mondja, hogy nem. Babrálni kezdi a láncát. Itt volt, pár órával ezelőtt. Leült és beszélt egyfolytában. És mit mondott? Egy csomó marhaságot, tényleg. Azt hiszem, az a fajta ember, aki imádja a saját hangját. Mégis miket? Nem is tudom. A szokásos megalomániás dumát lökte. Azzal dicsekedett, hogy milyen óriási hatalma lesz, ha sikerül még egy lelket befalnia. És nevet nem említett? Mi is volt az a név? Azt hiszem, Chavez. És még valamiről volt szó. Mesélt a lányáról, és mondta, hogy milyen különleges. És hogy össze van kötve a sorsuk, meg hasonló szövegek. Nem sok értelme volt, de végighallgattam. Valami csodálatos orgánuma volt. Szép történet. Láttam egy-két egész feshalottat. Képes egy, tud egy morton, tudod, mire gondolok. Chavez! Na végre! Azt hittem, már sosem érem el! Janet! Jól van? Történt valami? Ott volt! Mindenhol! Mindenhol! A tükrömben, a vécémben, a hangszóromban! Nem tudok megszabadulni tőle! Hol van most? Rögtön ott leszek! Nem! Nem érti! Nincs már rá idő! Azt mondta, hogy újra ölni fog, ha most nem találkozom vele. A memória könyvtárnál fog várni. Hallgasson ide! Ez csapda! Kérem, ne menjen el! Oda kell mennem! Nem tehetek mást. Vagy így, vagy úgy, de ezt le kell, hogy zárjam. Csak ennyit akartam mondani. Janet! Most mennem kell. Janet! Szia, Janet! Az iskola évek, az ilyen könyvtárak mit sem ér. Egy élet az egészségügyben. Nem ér semmit. Azt tanultam, hogy a halál a legnagyobb tanító. Primitív dolog. Ennél még a vadász és az áldozat is többet tud. Az erdei farkas is többet tud. Mit tegyek, hogy abba hagyd az öldöklést? Már meg is tetted. Ezt meg hogy érted? Elhoztad nekem az utolsót. A rendőrhaverod az Chavez. Ide jön, hogy megvédjen téged. Mint ha képes volnálak bántani. Még nem vagyok teljesen készen. Ő kell nekem. Az ereje. Az élni akarása. Pont ilyet írt fel az orvos. Van egy különleges hely itt a fák közt. Chavez ismeri a helyet. Azt nem közölte, hogy pontosan hol fognak találkozni, vagy igen? Nem. Remélem, nem késtük el.
Gyere, nézzük meg erre. A motorja. Úgy tűnik, nem várt meg. Chávez! Menekülj innen! És csapda! Futás! Chávez! Freddy! Hallasz engem? Gyönyörű hely, igaz? Ne pazarold az erődet. Úgy sem tehet semmit. Egy csendesélye sincs ellenem. Fogadj el engem. Gondold meg, mit kezdhetnél ilyen energiával. Hogy mi mindent érhetnél el. Mindent, mindkét világban. Freddy! Nem hallok semmit. Itt találtuk meg Helms első áldozatait. A meglepetés erejében most nem igen bízhatunk. Elejétől ő irányít minket. Azért neki is van gyenge pontja. Túl magabiztos. Nem hiszi, hogy veszthet. Ne feledd, Chávez. Ő miattad van itt. Kell lesz neki a metamorfózishoz. Ügyesen bánj azzal az izével. Hogy maga is eljött. Hol van Janet? Vége a játéknak, Helms. Jöjjön, bekísérem. Maga nehéz fejű. A múltkori fegyvere is hatástalan volt ellenem. Ez újabb típus. Nem fegyvert kellett volna segítségül hoznia, hanem Istent. Vagy magát, a sátánt. Chávez, vigyázz onnan! Nem esett baja? Sem győzhet. Kiszórakozta magát? Hol van Janet? Árulja el, Chávez. Hisz Istenben? Szokott imádkozni. Mert itt lenne az ideje. Ön nem tudta, mi a küldetése, de most elmondom. Én vagyok a halál, maga pedig táplálék. Sosem adja föl! Mondhatnám, hogy nem odszany, de teljesen felesleges. Hagyni ezt a melót. Végig erről szólt a történet. És nem fog hiányozni.
Üldözni a hülyéket, szétveretni a fejemet, Takeyama ökörségeit hallgatni. Ja, találtam valamit. Fura, hogy eltünedeznek a bizonyítékok. Kösz. Jövök egyel. És mi lesz a barátnőddel, Janettel? Nem a barátnőm, de majd felhívom, ha hazamegyek. Tegyél meg valamit. Add át ezt a levelet Abuelitának. Biztosan főz neked egy jó mexikóit. Persze, ha van itt hozzá alapanyag. Pillanat! Hogy jutok haza? Nekem adod a kocsinat. És mit kezdjek vele? Nem kell hozzá parkolójegy. Remélem, jó ideig nem találkozunk. Magyar hangon. Bozsó Péter, Kőszegi Ákos, Varga T. József, Spilák Klára, Szűcs Sándor, Hegedűs Miklós, Fazekas Zsuzsa, Juhász György, Ince József, Dicskei Lukács, Gács Diana, Tűzkő Sándor, Horkai János, Kardos Gábor, Braun Rita, Rácz Brigitta. Magyar szöveg Cser László. Hangmérnök Gyapjas Károly. Vágó Katona Edit. Gyártásvezető Németh Tamás. Szinkronrendező Királybíró Sarolta. A szinkront a UIP Duna Film megbízásából a Balog Mix Stúdió készítette.